Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket ezen a mai rendkívüli napon, a Csomasztok Kálmán énekversenyen, és a saját köszöntésemben benne van a Tiszánén Egyház kerület elnökségének, mint a Kiskora fenntartójának a szeretetteljes köszöntése is, hogy tisztelni Csomos József Püspök úr és Ábrán Tibor Fülgondok úr. Tudom, hogy most egy ilyen rendezvény zajlik, és köszöntenek bennünket. Ami szeretnék mondani, az főleg nektek a versenyre jelentkezőknek mondanám, és pedig ez egy parancs szó lenne, egy felhívás, egy felkérés, de nem hiszem, hogy bárki is megvihetné ettől. Az már önmagában bizonyíték, hogy nem fogtok megélni tőle, hogy itt vagytok. És biztos, hogy ezt a parancsot az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, akkor készültetek el a versenyre, ezt teljesítettétek, meg túl is teljesítettétek, mert ez a parancs így szól, hogy énekeljetek. Egy Zsoltár idézetben van ez, a 96. Zsoltár második verse kezdődik így, énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap, beszéljétek el, és dicsőítsétek a nemzetek előtt, és csodáit mondjátok el minden népnek. Tulajdonképpen abban más ez a felhívás, az éneklésre való felszólítás, hogy most akármennyire is itt fog ülni a zsűri előttetek, ne nekik énekeljetek, és ne azoknak, akik mint sorstárs, akik hallgatnak benneteket, hanem az Úrnak énekeljetek. Erre különös okunk van, úgy fogalmaz Dávid, hogy a csodáival való szembesülés az okunk rá, mert elcsodálkozunk azon, hogy mi mindent tett az Isten értünk. Az az ének, amit ott tartottak a kezetekben a sárga lapokon, egy ilyen nagy hosszú óbetűvel kezdődik. Ó, és ez is a csodálkozásnak a szava, nem azért, mert így jött ki a szótag szám, és így volt elég a szöveg a dallamra, a hangokra, hanem mert valami ámulat az, amiről ez az ének szól. Nagy hét van, néhány nap múlva húsvét lesz, és ilyenkor mindig fölidézzük magunkban azt, hogy mit is jelent az, hogy Isten csodálkozik ez. Mi az, hogy ő rám hozott kisen is megszabadít bennünket. És ez abban a valakiben látszik, akiről ez az ének szól. Nem tudom, hogy kitalálja valaki, hogy kiről beszél az énekíró, amikor ártatlanság bárányát mondja, meg egek királyát, és végig négy versen keresztül nincs leírva a neve, ha az ötödikre rátéved a szemetek, akkor ott megvan a név is, de anélkül is mindannyian tudjuk, hogy Jézusról beszél, mint ártatlanság bárányáról, mint aki az áldozatnak volt a jelképe, és a szenvedő alanya is. Tegnap láttam néhány napos bárányokat, barikat, újszülötteket, és egész más szívja mondájuk, mint a anyajukoknak, pláne az öreg Mosé volt nagyon felketeges. Tehát a tisztaságot fejezi ki, azt, hogy ártatlan volt, és mégis ő vállalta a büntetésnek az elszenvedését. Nem úgy volt, hogy nektek is van adósságotok, meg nekem is, és most összevonjuk, és akkor mind a kettőt kifizettem. Jézus úgy fizette ki a mi adósságokat, a mi tartozásokat, hogy neki nem volt adóssága, nem volt mit megfizetnie. Megtartója, táplálója így a mi életünknek, és a végén ezek után egy szép köszöntés, köszönetmondás, egy magasztalás az utolsó sor, áldott légy, egek király. Azért választottam ezt az éneket, mert én mondtam, nagy hét van, és húsvét közeledik, és Jézusnak a szenvedését meséli el azt, hogy mi volt a célja, mi áll a hátterében, és így értjük meg ezt a felhívást is, hogy énekeljetek az Úrnak, hogy ne felejtsük el csodáit, emlékezzünk rá és hirdessük ezt minden nap. Próbáljuk meg énekelni, azt hiszem, hogy a éneklésnek is jót fog tenni, mert van benne egy nagyon szép ív, egy nagyon szép emelkedés. Az első sor, hogy ráhangolódjunk a dallamra is, megismétlődik, egy kis íve van ennek a sornak. A másodikban már van egy ilyen kulaforma, a harmadik meg kimondottan egy kinyíló, szép kupolája a dallamnak. Egy kezdő hangot keresünk, és kérem, akik ismerik, azok énekeljék velünk.
Egyházkerületi főtanácsos köszöntőjét hallhatjuk.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntök minden kedves egybegyűltet, és szeretném feltérni Szűcsné Farkas Zsuzsannát, iskolánk igazgatónőjét a verseny megnyitására. Áldás békesség! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ezt a versenyt két évente rendezzük, akik már máskor részt vettek ezen a versenyen, azok tudják, hogy eddig mindig miskolci helyszínen tartottuk a versenyünket. Most először szándékosan szerettük volna megmutatni iskolán székhelyét, Édeskapolcsány, és itt vendégül látni mindenkit nagy szeretettel. A verseny névadunk tiszteletére rendezzük, elhangzott már a neve, Csomasz Tóth Kálmáról, református lelkész volt, és egyházzenész, róla van szó. Tehát az ő tiszteletére rendezzük. Az egyházkerület intézményei számára hirdettük meg. Nagyon örülök annak, hogy 64 növendék, és ezek a gyerekek 10 iskolából jöttek. A jelentkezők száma 64 volt, ez mostanra csökkent, mert valószínű betegség és egyéb dolgok miatt csak egy bő 50-es létszámmal fogunk most itt délután találkozni. Elmondanám az iskolákat, akik küldték a gyerekeket. Próbáltam olyan sorrendben összeszedni őket, ahogy a létszámuk mutatja. Legtöbben a Miskolci Józsefi Református Általános Iskolából jelentkeztek. Sárospataki Református Általános Iskola követi őket. A Hernád Németi Református Általános Iskola két tanítási nyelvű és alapfokú művészeti iskola tanulói. Mezőcsárdi Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói. Szintén Mezőcsárdon a dr. Enyedi Andor Református Általános Iskolából jöttek gyerekek. A Tompa Mihály Református Általános Iskolából, Gazincbarcikáról, a Balázs Győző Református Líceumból, Miskolcról, és végül a saját iskolánk növendékei, a Felső Zsoltai Tagintézmény tanulói és a Dédestapolcsányi, illetve az egyéb telephelyeinken tanuló növendékek. Szép délután kívánok én is mindannyiunknak! László Réka, iskolánk magánének tanára adja elő Gárdonyi Zoltán Kész az én szívem, ó Isten című művét, ami a 108. Zsoltár 3. és 4. versszakáit dolgozza fel. Zongorán kísér Gyüre Bálint.